Ez itt a Szembeszéd, a folyóirat közös műsor, amelyben szálirányjal szemben fésüljük a társadalmi hétköznapokat. Mindannyian érezzük, hogy valami nincs rendben. Hogy jobban megértsük a fejünk fölött tornyosuló válságok okait, ebben a műsorban társadalmi problémákat tárgyalunk, és arról is beszélgetünk, hogyan hozhatunk létre egy a jelenlegitől eltérő világot magunk körül. Mindketten faluról indultunk, és jó pár év után szintén falun telepettünk le. Megjártuk Budapestet, Kolozsvárt, dolgoztunk egyetemen, tanultunk, de egy adott ponton mindketten meghoztuk azt a döntést, hogy vissza fogunk térni, és falun fogunk letelepedni. Mai adásunkban így a faluhoz való viszonyunkról, a kortárs faluval kapcsolatos sztereotípiákról és annak jövőjéről beszélgetünk. Rögtön is akkor egy kérdéssel is indítanék. Meséld el, hogy mi a te történeted, hogyan kerültél el faluról, milyen volt az a falu, ahonnan indultál, és hogyan jutottál vissza igazából a faluba, és mit találtál ott? De azt hiszem, hogy ezt már így az elején leszögezném, hogy a helyzetem az kicsit atipikus. Én ugyanis lelkészgyerek vagyok, falusi, városi ősökkel, és hát így a lelkész családokra jellemző ez a vándorlás annak függvényében, hogy hova helyezik ki a tiszteletest. És hát így azt kell mondanom, hogy tehát így rögtön két falu is volt így egymás után van így az életemben, így a Brassó megyei Halmágy meg Tatrang, de igazából az első emlékeim ehhez a Brassótól 12 kilométerre levő településhez Tatrangra kötnek. De hogy a lényeg az, hogy nem igazán voltam része a falunak. Tehát azt éreztem, hogy valahogy mégiscsak kilógok. És utána Kolozsvárra mentem középiskolába, ott laknak a nagyszüleim, és így azt hittem, hogy valami otthonosságot fogok ott találni, de a városi polgári rétegekhez se tudtam úgy annyira hozzáidomulni, hozzáilleszkedni, és érdekes módon nekem egy annál is nagyobb város, Budapest jelentette azt a biztonsági zónát, ahol úgy ki tudtam mesteri képzésem ideje alatt találni, hogy úgy mit is szeretnék, vagy mivel szeretnék foglalkozni. Tehát, hogy ott egy kicsit azt éreztem, hogy ténylegesen saját magamnak alakítom a dolgokat, de mégiscsak azután jött egy olyan váltás, hogy visszaköltöztem Kolozsvárra, egyszerűen azt éreztem, hogy azokkal a dolgokkal, amikkel én foglalkozom, Budapesten van már arra 4-5 ember, és hogy talán nagyobb tétje van annak, hogyha visszajövök, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor adok Kolozsvárnak még egy esélyt. És ez pont abban a periódusban volt, ilyen 2015-6 környékén, amikor Kolozsvár így nagyon berobbant így a romániai művészeti, kulturális életbe, tehát nagyon-nagyon sokan dicsérték azt a közeget, tehát a város maga, vagy legalábbis a kulturális szektor egy ilyen felívelő pályán volt, és tehát ezt akkor sokan nem látták, de utána annál többen, hogy itt ennek a pályának azért lesz egy nagyon gyors leszaladása, tehát az, hogy ezek a művészeti intézmények ezek nem bírtak stabilitással, mert hogy hozzá voltak a város akkor egyre inkább növekvő ingatlanpiacához kapcsolva. És eltelt pár év, és sokan azt éreztük ilyen újdonsült, vagy régi és új kolozsváriak, hogy nem lehet meggyökeresedni a városban, mert egyszerűen lehetetlen munkahelyhez jutni, legalábbis az értelmiségi mezőn belül, mert hogyha elmentél különböző cégekhez, akkor persze ez így megvalósult volna, csak hogy én Budapesten már ezt a meccset lejátszottam, és mindenképpen szerettem volna a saját pályámon dolgozni. Hát így kötöttem ki falun, ami az én esetemben nem egy Tatrangra való visszamozgást jelentett, hanem Kolozsvár 50 kilométeres vonzás körzetében egy kalotaszegi faluba, Zsobokra költöztem át.
Persze nyilván ebben az is szerepet játszott, hogy Kolozsváron már a lakásárak se tudták lehetővé tenni azt, hogy ott fiatal emberek, fiatal családok meggyökeresedjenek, és egy olyan szerencsés helyzetben mondhatom magam, hogy ott élek Zsobokon, és egy szomszéd faluban, Kispetriben dolgozhatok. Na de oké, ez volt így az én történetem, és én egy kicsit így visszakérdeznék, tehát nálad nem ilyen váltás van, te Gyergyó Remetéről indultál, és ugyanúgy egy budapesti és kolozsvári kitérő után Gyergyó Remetére kerültél vissza, így azt kérdezném tőled, hogy így a te utadnak mik voltak a sajátosságai, a jellemzői, és hogy mi volt a különbség, tehát hogy ugyanazt a falut találtad ott, vagy biztos nem ugyanaz, de hogy mi volt más abban a faluban, amiből elmentél, és mi változott meg abban a faluban, ahova te visszaérkeztél? Hát igen, tehát hogy mondjuk a személyes szintje, ez azt hiszem az én esetemben, azt hiszem, hogy ez egy ilyen klasszikus mobilitási pályának lehet nevezni, tehát hogy az én családom az részben egy paraszti, részben egy munkás család, munkás, nem tudom, helyzetű családból jövök, és számomra lehetővé vált tulajdonképpen egy ilyen, nem tudom, értelmiségi válás. Volt bennem egy ilyen kitörési, nem tudom, vágy, hogyha lehet ezt így mondani, és én így indultam neki. Először Budapestre kerültem, először vendégmunkásként igazából, tehát hogy ilyen mindenféle tulajdonképpen az akkori viszonyok között még ilyen illegális munkákat is kellett vállalni, mert hogy nem tudom, ez a vendégmunkás pozíció, ez ilyen, akkor még ilyen szabályozatlan volt, még ugye ez az uniós csatlakozás előtti időszak. És akkor ott volt egy döntés, amikor eldöntöttem, hogy nem maradok ebben a nem tudom, vendégmunkás pozícióban, hanem megpróbálok tovább tanulni, és így kerültem Budapesten egyetemre. Az nagyon felszabadító volt, hasonlóan ahhoz, ahogyan te írtad ezt le, tehát hogy nem tudom, ahogyan ez szokott lenni, kitárul a világ, megérzed azt, hogy itt lehet, nem tudom, valami fajta szabadságot él meg az ember és a tudásnak, meg a fejlődésnek a lehetőségét, de volt egy ilyen plafonizálódás, tehát volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy tulajdonképpen az a kvázi emigráns pozíció, akikből már mondjuk így a pesti értelmiségben is volt néhány, tehát hogy ez az emigrációs pályát, ezt elkezdtem így nézni, hogy akkor mi történik azokkal az emberekkel, akik így Erdélyből kikerülnek mondjuk Pestre. Tehát, hogy valahogy ez így nekem nem volt szimpatikus, láttam előre, hogy mi fog történni, mik lesznek az érzelmi hatásai ennek az egész dolognak, és hoztam egy döntést, és azt mondtam, hogy én szeretnék valamiképpen visszajönni. Ha visszagondolok, hogy mik voltak itt az érzelmi motivációk, emlékszem, hogy valahogy volt bennem egy ilyen elképzelés arról, hogy akkor kezdtem el például ezt az ökokritikát olvasni, és volt egy olyan fantázia bennem, hogy igaz, hogy mondjuk valamilyen értelemben én elmenekültem a faluból, meg megpróbáltam ebből az osztály pozícióból kimozdulni, de volt egy ilyen fantáziám, hogy mégiscsak lehet, hogy jobb életet lehet élni falun, ahhoz a nagyvárosi dzsumbújhoz képest, amit egy ilyen kvázi paraszt gyerek ott megélt. Igen, ez így nagyon meglepő, hogy nekem is voltak ilyen hasonló fantáziáim, vagy hogy az gyerekkoromban fel se tűnt, hogy ott van az a hatalmas nagy kert, és ugyan nem voltam rá kényszerítve, hogy dolgozzam, de hogy mindennapos volt az, hogy láttam, hogy édesapám kiment, palántázott, melegháza volt, tehát hogy valahogy én is a jóléthez, az élhetőséghez mindezt, ezt a falusi környezetet társítottam. Illetve emlékszem még, hogy írtam valamilyen esszéket, ami így lelkileg búcsúztam egy picit Budapesttől el, ami mégiscsak én tulajdonképpen mai napig egy picit így a második otthonomnak tekintem, hogy valahogy, és ez valószínűleg ebből a családi örökségből jön, hogy a fizikai munkához kötöttem szerintem valami pozitív dolgot, tehát az, hogy mit tudom, apámnak műhelye volt az udvaron, és volt valami fajta ilyen autonómiája neki, tehát az, hogy ott én tevékenykedjek, a kezemmel ezt-azt csináljak, ehhez is kötöttem valami fajta, hát nem tudom, tehát hogy valami fajta, nem tudom, ilyen
a jó életnek valami fajta minőségét, hogy ott ezt tudom csinálni. Tehát volt bennem egy ilyen osztálynosztalgia tulajdonképpen a munkás szüleim irányába, és ez is ott volt bennem, hogy nem csak a könyvtárba kellene ülni és olvasni, amit továbbra is szeretnék csinálni, hanem valahogy vissza kellene találni ehhez a munkás pozícióhoz. De ez a személyes része, hogyha a kérdésed második felére is visszatérek, hogy honnan jöttem és mit találtam ott, mondjuk egy ilyen 15 éves vetületben. Tehát amiben én felnőttem, tehát én ilyen 7-8 éves voltam a rendszerváltáskor, tehát még elég erős tapasztalataim vannak mondjuk erről a késő államszocialista időszakról. Tehát, hogy ott a falunak a dinamikáját 80-as években, meg korábban is azt határozta meg, hogy ott még a Magyar Autonóm Tartomány idején épült, az 50-es évek végén, a 60-as évek elején épült ilyen szovjet pénzekből, meg nagy román állami támogatásra egy gyár. És tulajdonképpen ezzel indult el a falunak ha mondhatjuk így, a modernizációja, vagy az ipari termelésbe való bekapcsolódása, tehát hogy egy teljesen ilyen, nem tudom, még egy ilyen rendies viszonyok között lévő falunak a dinamikáját ez a gyár bontotta meg, és elindult egyfajta modernizáció, tehát ehhez kötődött például az, hogy bevezették a villanyáramot a faluba, elkezdtek közművesíteni a gyárnak az infrastruktúráját, így rákapcsolták a falura. Tehát ez volt az első fázis, aztán amit már ami később történt, tehát a 90-es években, 2000-es években, az ugye egyfajta átállás volt hát erre a neoliberális kapitalista rendszerre. Több mindent lehetne ennek kapcsán mondani, tehát hogy nagyjából ott azt hiszem a 90-es évek végén, 2000-es évek elején történt meg az, hogy viszonylag erős pozícióba került az önkormányzat, és elkezdett mindenfajta, nem tudom, ilyen közinfrastruktúra fejlesztésekbe, ez volt az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy kiépült egy vállalkozói réteg a faluban, tehát volt egy ilyen faipari vállalkozó réteg, meg egy kereskedő réteg, az utóbbi időben ehhez aztán hozzá kapcsoltak ezek a nagyállattartó gazdák rétege, és nagyjából ezek képezték tehát ezek csinálták meg az átmenetet. A régi típusú, nem tudom, államszocialista modernizációból lett ez a neoliberális modernizációs fázis, és a legutóbbi időszakban pedig, ami jellemző, és lehet beszélni róla, mert ennek, nem tudom, most már van médiában is többször előfordult, hogy az utóbbi időben Gyergyó Remetén ugye egy ilyen megjelent tulajdonképpen a nagy tőke, tehát hogy itt egy olyan típusú vállalkozó csoport vagy cégcsoport kezdett el földeket fölvásárolni, ilyen ipari infrastruktúrákat építeni, repülőteret építeni, szállodát építeni, amely hát messze túlmutat azon a, nem tudom, helyi kisvállalkozó rétegen, ami addig ott létezett, és én úgy látom, hogy ez már a harmadik fázis, ha tulajdonképpen a falu, amit igazából már kisvárosnak is lehet nevezni, modernizációjának, tehát hogy valahogy ez a történeti íve, vagy falu története az én szempontomból. Ja, hát ez, tehát hogy ez jó is, hogy mondod, vagy jó is, hogy hangsúlyozod azt, hogy itt tulajdonképpen a modernizáció hozott egy ilyen kisvárosi történetet, mert oké, tehát az, ahonnan én elindultam, Tatrang, most már tulajdonképpen Brassónak egy ilyen elővárosává vált, tehát ahol régebben voltak a pityókaföldek, ott mostanában ilyen lakóparkok vannak, tehát tulajdonképpen teljesen integrálódott Brassóba, és ahova viszont költöztem, tehát ott maximum ilyen 200-300 lelkes falvakról beszélünk, tehát azért egy kicsit itt más léptékváltásban is, vagy más léptékekben gondolkozunk,
És tehát ilyen szempontból én ezt a történelmi tagolást is mondjuk talán egy picit egyszerűsíteném, legalábbis így a Zsobok meg a munkahelyem Kispetri esetében. Tehát ugye az államszocializmus időszakában létrehozták ezeket a termelő szövetkezeteket, például Kispetrinek akkoriban nagyon-nagyon jól ment, de mondjuk a 80-as évekre bekövetkezett egy ilyen hanyatlás, ez is különböző globális okokra visszavezethető, de amit én tudok, hogy tehát az út, ami addig tehát az államszocializmus előtt a közösség tulajdonában volt, tehát azt államosították, és az állam a 70-es évek után nem törődött vele. Tehát ugye a 70-es évek óta Kispetriben körülbelül a 10%-ára esett vissza a lakosságszám, az emberek elvándoroltak, ugye még egyszer mondom, nem volt út. És miért ennyire fontos az út? Mert Zsobokon rögtön a rendszerváltás után más típusú folyamatok indultak be. Tehát akkoriban azért volt egy ilyen nagyon erős nyugati szolidaritás hullám, főleg egyházi, tehát egyházi csatornákon keresztül, de nem csak, ahol nem tudom, nyugati segélyek jöttek a 80-as években kiéheztetett romániai lakosságnak, és Zsobokon az oda kihelyezett lelkész házas pár ezzel a tőkével nagyon jól tudott sáfárkodni, hiszen egyrészt létrehoztak egy utat, ami összeköti a megyét a Kolozsvár-Nagyvárad országúttal, tehát ugye vasútkapcsolat az volt, de két kilométerre a falutól, tehát hogy már is itt egy ilyen hozzáférhetőségi problémát megteremtettek szemben Kispetrivel. És egy másik dolog is bekövetkezett, ez pedig az, hogy tehát a lelkész házas pár létrehozta Románia egyetlen gyülekezeti tulajdonban, tehát valamiféle közösségi tulajdonban levő gyerek otthonát, és a gyerek otthon mellé hamarosan kiépült tejcsarnok, kiépült malom, pékség. Tehát nyilván itt van egy ilyen tudás transfer, ami ezektől a német cserekapcsolatok útján érkezett, viszont ami különlegessé teszi Zsobokot, hogy ez az első ilyen lelkesedési hullámok után nem halt el, hanem a falunak a vezetése meg tudta őrizni, tehát élni tudtak ezzel a kapcsolattal, és kialakult egy ilyen szimbiózis, hogy a zsobokiak elmentek Németországba, Baden-Württembergbe dolgozni a németeknek a szőlőiben, és a németek pedig támogatták ezt a falut, tehát hogy itt lassan tényleg kiépült egy ilyen neoliberális rendszer, ahol vannak centrumországok, és vannak periféria államok, és félperiféria államok, és hogy a munka ilyen szempontból migrál az országok között, de hogy Zsobokot nem mondhatjuk ennek a folyamat, tehát a folyamat nem mondhatjuk a folyamat vesztesének, olyan szempontból, hogy ez egy ilyen stabil keretek között történt. Persze ennek vannak mindenféle vonatkozási, de hogyha Kispetrit emlegetjük, ott mivel nem volt ilyen típusú sem a tőke nem fektetett be, sem közösségi irányból nem épült semmi, mint Zsobokon, és akkor teljesen elvándorolt a lakosság Kolozsvárra, Zilajra, ki hova tudta külföldre, és meg is érkezünk itt egy másik típusú történethez, mert én szerintem így a munkához való viszonyon keresztül lehet nagyon szépen ábrázolni ezeknek a településeknek az élhetőségét, hogy lehet megélni. Tehát az államszoci rezsimben a kollektívek arra jók voltak, hogy helyben az emberek munkát kapjanak, a vasútkapcsolat arra jó volt, hogy sikerült bekapcsolni az ipari központok felé a vérkeringést, tehát nagyon sokan dolgoztak a vasútnál Zsobokról. Viszont tehát ezzel a munkamigrációs történettel, meg azzal, hogy
hogy tehát sokan el kellett menjenek vendégmunkára, vagy tulajdonképpen teljesen el kellett hagyják a falut ahhoz, hogy munkához jussanak. Egy csomó ház üresen maradt, és ez pedig hát nagyjából a Covid-járvány után, de emlékszel, a beszélgetés elején említettem Kolozsvárnak ezt a túlterjeszkedését, vagy a lakásáraknak ezt a felduzzasztását, tehát beindult egy olyan folyamat, hogy elkezdtek kolozsváriak, jellemzően középosztályi vagy értelmiségi családok ki költözni, helyenként vállalkozók is. És akkor itt egy nagyon érdekes dinamika alakult ki. Tehát egyrészt nyilván azok, akik a faluban maradtak, és mégiscsak munkahelyük volt, tulajdonképpen ők egyre inkább feljebb szerettek volna jutni a társadalmi gazdasági rangrétán, tehát itt egy ilyen középosztályosodási folyamatról mindenképpen beszélhetünk. Tehát, hogy akik ugyanúgy, ahogy Gyergyó Remetén például erre, tehát ott megvolt a kritikus tömeg, hogy beindítsanak egy kisvárosiasodást, Zsobokon nyilván nem, de egyénileg ezek az aspirációk megvoltak, hogy oké, hogy mi, nem tudom, a szüleink gazdálkodók voltak, viszont mi már nem tudom, bevezetjük a vizet, stb. Tehát, hogy egy csomó olyan infrastruktúrális, meg kényelmi fejlesztés beindult, akár egyéni, akár közösségi szinten. Na de mi a helyzet ezzel a másik társasággal, akik úgymond városról költöztek ki, és én is ilyen szempontból ezek közé vagyok sorolható, hogy nagyon gyakran megjelenik az a nosztalgia, tehát ahogy te is mondtad, megjelenik egyfajta nosztalgia a falu iránt. Csak hogy ezek a városi kiköltözők azt nem veszik észre, hogy nekik már van a városhoz, illetve ahhoz a városi modernizációhoz egyfajta kapcsolatuk. Tehát vagy a városban dolgoznak és hétvégente jönnek ki, vagy hétvégi házaknak használják, és itt azért mondjuk vannak emiatt feszültségek mondjuk Kispetriben, hogy a falu egyharmadát olyan kolozsváriak vásárolták fel, akik mondjuk csak nyaranta jönnek, és akkor például olyan fiatal családok, akik valóban gazdálkodással szeretnének foglalkozni, egyszerűen nem tudnak a lakásárak miatt oda visszaköltözni. Tehát ilyenek vannak, de lényeg az kimondva, hogy a városiak sokszor ilyen biodíszletnek, vagy ilyen tradicionális maradványnak nézik az eredeti falusi lakosságot, azt mondják, hogy minek modernizálódni, de azt elfelejtik, hogy a városi az már úgy költözik ki falura, hogy birtokában vannak a modernizációnak az eszközei. Tehát nem szakad el a várostól, hanem továbbra is megőrzi a várossal való kapcsolatát. Tehát nagyon érdekes ebbe a két pozícióba kódolva van a konfliktus, viszont én arra is kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán ehhez a típusú fejlődéshez való viszony, hogy néz ki a te esetedbe, vagy Gyergyó Remetén, tehát egyáltalán ez a kisvárosi környezet milyen típusú fejlesztési paradigmákat, elképzeléseket hoz magával. Uh-huh. Fú, hát ugye ez egy jóval nagyobb lélekszámú település Gyergyó Remete, meg a Székelyföldben, a magyar régióban kicsit más dinamikák vannak, és én nem vagyok szociológus, hogy elég pontosan leírjam ezt, de hogyha mondjuk a 90-es évektől nézem, vagy azt, amit én leszűrtem ebből az egészből, hogy ott mi történik, akkor azt mondanám, hogy a falunak, vagy a községnek, igazából hivatalosan ez község, in jure, de facto, mondom, egy ilyen kisvárosi esodó település. Tehát azt a folyamatot figyeltem meg, hogy amikor én először visszajöttem, hogy elkezdtem visszafele járni, vagy elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen lehet itt élni, akkor azt láttam, hogy az a falu, ami mondjuk a 80-as évből, tehát az én gyerekkoromnak a faluja, az kezd eltünedezni, és ezt a fajta változást döntően egy ilyen, hát úgy mondanám, hogy egy ilyen soft neoliberális fejlesztés jellemezte, tehát egy ilyen puhább, nem egy annyira agresszív fejlesztés, tehát itt arról van szó, hogy az önkormányzat, meg a vállalkozói tőke, ezekre a projekt, pályázati projektekre nagyon szépen ráépült, vagy akár román állami projektekre ráépült, és elkezdték fejleszteni valahogyan a falusi infrastruktúrát. Na most ezeket nyilván az határozta meg, hogy
Tehát ezek részben valóban, nem tudom, közösségi infrastruktúrákat fejlesztettek, de csak addig a határig, ameddig a projekt logika ezt engedi, mindig a projekt szabja meg, hogy mire lehet pénzt lehívni, tehát nem direkten a közösségi érdekeiből indulunk ki, hanem abból indulunk ki, hogy mire adnak pénzt. Tehát ez egy picit így behatárolta ezt, és én úgy éltem meg ezt személyesen, hogy egy picit ilyen szervetlenül zajlik ez a fajta felújítás vagy fejlesztés, tehát hogy látszik, nem tudom, az épületeken, hogy van egy ilyen neokonzervatív ízlésvilág, ami megjelenik a felújított épületeken néha, hogy megjelenik persze ez a fajta közösségi ideológia, amely kifejezetten csak a tradíció őrzésre épül, de hogy emellett is mondom, tehát ez egy ilyen, bizonyos értelemben ez egy ilyen élhető, nem tudom, ilyen fejlesztési ideológia volt, vagy fejlődés ideológia volt, azt hiszem, ami akkor történt. És hogy eléggé fölerősödtek ezek a fajta aspirációk, mert nincs is igazából a repertoárban más, mint hogy valahogy így, nem tudom, középosztályosodjunk. De hogy ez a fajta fejlesztés valójában nem, hogy mondjam, tehát nem tartja el a falut. Tehát, hogy arról van szó, hogy elég nagy százaléka mondjuk a községben élő férfiaknak az azért vendégmunkán, vagy belföldi vendégmunkán, vagy külföldi vendégmunkán dolgozik. Tehát, hogy azért van egy ilyen megosztottság. Másfelől azt is látni kell, hogy mondjuk ez a típusú ilyen soft neoliberális fejlesztés is beindított ilyen gentrifikációs folyamatokat. Tehát azért ott volt, hogy nem tudom, én ki kell szorítani valahogyan mondjuk a romákat ezekből a fejlesztésekből. Tehát, hogy élhető, de azért az igazságtalanság néha érződött, vagy hát végül is ezek strukturális folyamatok, tehát máshol is így zajlanak. Tehát ami most van ezzel kapcsolatban, én ezt egy picit veszélyesebbnek látom, tehát hogy itt arról, tehát mondjuk a hagyományos faluképhez képest, ami ugye azt jelenti, hogy a faluhoz vagy a községhez hozzátartoznak úgymond a földek, a termőföldek, a település körül, ennek régebb volt ilyen jellege, hogy ezek ilyen közföldek, vagy közbirtokossági erdők, vagy nem tudom micsodák voltak. Tehát, hogy ezzel a mostani ilyen nagy tőkés lerohanással az látszik, hogy a település körül a földeket nagyon nagy mennyiségben fölvásárolja ez a vállalkozó réteg. Tehát az ember úgy érzi egy picit a településen magát, mint hogyha körbevették volna. Tehát amikor kimész a településről, akkor vagy az van, hogy teherautók zúznak végig az utcákon, vagy az van, hogy van ez a legeltetési gyakorlat, hogy akkor ott a pásztorkutya, vagy a teherautók miatt, és a puszta mezőbe épülő repülőter, és nem tudom micsodák miatt nem tudsz találkozni tulajdonképpen a saját környezeteddel, vagy az van, hogy a juhászkutyák kergetnek el, tehát hogy elkezdődött az az érzésem, a leválasztása a településnek azokról a, nem tudom, közföldekről, vagy infrastruktúrákról, amelyekkel korábban még rendelkezett. Tehát ez szerintem egy más léptékű folyamat, tehát hogy itt én egy bizonyos értelemben rombolóbbnak érzem, azzal együtt, hogy hogy visszatérve erre a fejlődés ideológiára, tehát hogy ez a fejlesztés azzal a szlogennel történik, hogy akkor itt munkahelyeket teremtünk, és kisvárosodik, és modernizálódik a település, de én úgy látom, hogy a közinfrastruktúrák nem fejlődnek ebből, tehát ez egy privát fejlesztési projekt, és én konfliktus potenciált látok itt valójában az önkormányzati közösség elképzelés és közösség fejlesztési, nem tudom, stratégia, stratégia és a nagyvállalkozói ilyen terjeszkedés között, tehát a kettő között van valami feszültség. Igen, tehát ez a konfliktus, ez ténylegesen létezik, viszont azon gondolkodtam, miközben ezeket a példákat felsoroltad, tehát hogy mitől élhető egy település, és tehát az élhetőség nyilván sok szempontból függ a munkától való hozzáféréstől is, tehát hogy egyáltalán van-e infrastruktúrát, hogy elmehesse dolgozni, van-e ott helyben egyáltalán munkahely,
És tehát, hogy ami nem tevődik fel, vagy másképp tevődik fel mondjuk a városról való beköltözők esetében, de igazából mind a két eset ilyen szempontból egy csapdával szembesül, és ezt szerintem te a legjobban ezekkel a bekerítésekkel, elválasztásokkal tudtad szembesíteni. Az, hogy tulajdonképpen a falut és a környezetét pusztán eszközként tekinti mind a két ilyen elképzelés. Tehát nálunk is vannak olyan júnyájak, amelyek ipari méretekben legelik le a falu körül. Tehát ez az a hozzáállás, ami csak és kizárólag erőforrásként tud tekinteni a természetre, még egyszer mondom, tehát a másik réteg, a beköltözők pedig legszívesebben úgymond az ott lakókat hagynák meg egy ilyen szegénységbe vagy skanzen állapotban. Tehát én egy kicsit így azt látom, hogy nem igazán gondolkodtunk el arról, hogy azok a terek, amelyeket a falu felkínál, azokat hogyan tudnánk a falusiak egésze számára lakhatóvá, élhetővé tenni, és persze nem is beszélve, tehát például a roma lakosságról, akik a te esetedben teljes mértékben kivoltak szorítva ezekből a terekből. Igen, tehát ez sok részletet lehetne mondani, tehát hogy például ezek az ilyen közinfrastruktúra fejlesztések is láthatóan mondjuk kényszerpályán voltak olyan szempontból, hogy mondjuk építünk utakat, mert ez a mániája minden, nem tudom, politikai cselekvőnek, hogyha építünk székelyföldi településeken utakat, akkor azzal már kielégítettük az igényeket. De hogy például ez ugye gyakorlatilag az autóforgalomnak kedvez, és arra biztatja, tehát nem lehet már lassan gyalog járni az utakon, a gyerekeimet nem tudom kiengedni már, hogy az úton elmenjen az óvodába, mert olyan mértékben megnövekedett a forgalom, és olyan mértékben terheli túl azokat a kis keskeny utakat, amiket fölépítettek, és járda nem épül, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ezeknek a projekt alapú sem mindegy, hogy milyen épül. Fejlesztéseknek valójában arra biztatnak téged, hogy tegyed le a gyalogos izét, ne biciklizzél, ne, hanem vegyél autót, és lehető legkörnyezetkímélőbb, lehető legköltségesebb dolgokat, vagy életformát válasszat, tehát hogy belesodorják azt hiszem az embereket abba, hogy mondjuk azokról az előnyökről, amikről mondjuk egy ilyen viszonylag konszolidált településen még lehetne beszélni, azoktól valahogyan elszakítják. Ez nagyon érdekes, mert hogy itt akkor van egyfajta ilyen belekényszerítés, tehát hogy ez a fajta gazdasági rend, ez a neoliberális gazdasági rend belekényszeríti egyrészt a településeket, a települések lakóit abba, hogy kifejezetten individuális megküzdési stratégiákat alkalmazzanak, tehát hogy vegyél autót, menj a munkahelyedre. Tehát most például van egy ilyen történet, hogy éppen újítják a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonalat, és ugye a településünket ezt kikerüli. Na most van 6-7-8 ingázó, és hogy ők oldják meg saját számlára. Tehát, hogy elmentem két megyének a prefektusi hivataláig is, nem tudnak semmit se tenni, vasúttársaságok ölbetett kézzel állnak, tehát hogy egyrészt van ennek az infrastruktúrának egy ilyenfajta ilyen individualizáló hatása, de hogy ami mégis a legérdekesebb ebbe a történetben, hogy miután létrehozzuk ezt a fajta infrastruktúrát, ami az embereket úgymond egyéni aktorokra bontja, utána meg beindul egy olyan típusú visszhang, hogy eltűnnek a hagyományok a falukból, a szomszédok nem köszönnek egymásnak, nincsen közösségi szellem, nincsen közmunka, de hát könyörgöm, hogyha egy olyan infrastruktúra épül ki, ami kifejezetten csak az egyéni munkába jutást, az egyéni megküzdést támogatja, akkor ennek vajon nem? Nincsen összefüggése ezzel a történettel? Hát nagyon izgalmas. Ez egy ideológia ellentmondás, ahogyan én értem. Tehát az embereknek a fejében van egy igény a fejlődésre, de a fejlődés, amit ők igenelnek, és amire mondjuk büszkék, tehát azt mondják, hogy fejlődik a település, az magával hozza a közösségi szellemnek, a közösségi infrastruktúrának a bomlását, és ez a kettő ellentmondásban áll, és ezek között örlődnek az emberek. Tehát, hogy egyrészt panaszkodnak arról, hogy megszűnnek a közösségi, nem tudom, gazdálkodási, szolidaritási, segítési gyakorlatok, de ugyanakkor igénylik
azokat a fejlesztéseket, amelyek mindezt rombolják. Tehát, hogy ezzel az egész ideológiai ellentmondással szerintem abba az irányba lehetne egy picit tovább menni, hogy egy picit nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy mondjuk a közösségi intézményeket, közösségi infrastruktúrák fölötti kontrollt a közösség valahogyan próbálja megőrizni, és hogyha ez sikerül, akkor nem tudom, valamifajta ilyen élhetőségi szintet talán lehet tartani, de hát tulajdonképpen ebben a kérdésben ugyanúgy szenved mondjuk Gyergyó Remete, mint Kolozsvár, ahol elveszti a kontrollt a város lakó, vagy a közösség elveszti a város, vagy a településnek a fejlesztési gyakorlatai fölött. Tehát nem ők fejlesztenek, hanem ő fejlesztve van valahogy, aztán, hogy az jó neki, vagy nem, azt senki nem kérdezi meg valójában. Ez volt az e-havi szembeszéd, amelyben a félperifériás faluhoz való személyes viszonyunkról és annak a kapitalista rendszerbe való beágyazottságáról beszélgettünk. Úgy látjuk, a közösségi infrastruktúrák fölötti közösségi ellenőrzés megtartása lehet a kulcsa annak, hogy a falvak élhetőek maradhassanak. Ugyanakkor az is kulcskérdés, hogy fel tudnak-e mutatni a helyi közösségek egy alternatív modernizációs modellt a rendszerbe való kritikátlan beágyazódással szemben. Thank you.